Instagram, Facebook, Dani Gaming Crew és a PS4-es elérhetőségem a leírásban. Na sziasztok srácok, én Dani vagyok és üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. Ma meg fogjuk nézni a GTA Online új királyát, a játékban felelhető járművek legjobbját, és nem tudom már tovább fokozni, szóval a mindenki által várva várt Benefactor Kriegert. Hát nem szoktam ennyire bepromózni egyetlen autót sem, srácok, szerintem ezt már megszokhattátok, de ez a kocsi, ez olyan dolgokat mutatott a teszt során, hogy én mikor vettem fel a videót, nem akartam elhinni, hogy ilyen létezik. És tényleg nem túlzok, nagyon-nagyon-nagyon durván jó volt, mindjárt meg is látjátok majd ti is. Úgyhogy nem is akarom nagyon tovább húzni a szót, szerintem vágjunk is bele, és hát nézzük is meg, hogy mit is tud valójában ez a Krieger. Hát kezdjük is szerintem a legalapvetőbb dologgal, a Legendary Motorsports oldalon tudjátok megvásárolni ezt az autót. Nagyon-nagyon borsos ára van, 2.875.000 dollárba kerül. És most nem vagyok benne biztos, de ha jól emlékszem, akkor talán ez az eddig legdrágább autó azok közül, amik jöttek a Casino update óta. Úgyhogy azért ez elég durva, viszont ami még durva, hogyha egy pillantást vettek itt baloldalt alul a statisztikai mutatóira a kocsinak, akkor azt láthatjátok, hogy tulajdonképpen a fékezést leszámítva nagyon-nagyon durván brutál minden. Maxon van az irányíthatóság, majdnem maximumos a gyorsulás, a végsebesség, és jó, nyilván a fékezés az elég rossz, de azt majd lehet orvosolni a tuningolás során, de a többi az nagyon durva, és ez még csak a gyári állapot, ezt azért kihangsúlyoznám. Szóval azért durva annyira ez a dolog, mert ugye a tuningolás során ezeket még lehet upgrade-elni is, úgyhogy hát igen, eléggé ledöbbentő ez a dolog. Viszont vásároljuk is meg, és nézzük meg, hogy hogyan is fest gyári állapotában. Hát megmondom őszintén, srácok, hogy én akkor láttam először ezt az autót, amikor csináltam nektek a hamarosan érkező járművekről szóló videót, amit amúgy meg tudtok nézni, hogyha rákattintotok itt jobb oldalt felül. Szóval én ott láttam először ezt a Kriegert, és hát nem igazán tetszett, nem nagyon fogott meg külsőre, legalábbis így a gyári állapotában. Aztán ugye bekerült a játékba, és hát volt alkalmam közelebbről is megnézegetni, és egészen megtetszett a végére. Egyébként alapvetően a Mercedes AMG One járműről lett mintázva. Nyilván több másik autó is szerepet játszott a végleges kinézetében, de az látszik, hogy az alapötlet, meg az alapiklet az a Mercedesről jött. És hát szerintem nézzük is meg, hogy mennyire lehet feltuningolni, mennyire lehet megváltoztatni ezt az alap kinézetét. Aki most tuningol bármilyen autót, az amúgy egész jól jár, mert néhány dolgot most akciósan lehet megvenni, ilyen például mondjuk a Turbo Tuning, ami 50.000 helyett mindössze 30.000, és azért ez nem egy rossz dolog szerintem. Az autóval kapcsolatban pedig annyi, hogy rögtön a kipufogóknál már problémám akadt, ugyanis nekem nagyon tetszett az, hogy gyárilag ott van fent tulajdonképpen az autó tetején, viszont bármelyik tuningolással, amit választhattam volna, lekerült volna az eredeti helyére hátul. És éppen emiatt én inkább megtartottam az eredetit, mert szerintem az sokkal jobban néz ki, meg egyedibb is. Aztán jött a motorháztető, hát ott nem volt túl sok lehetőség változtatni, viszont a festéseknél már annál inkább nagyon-nagyon sokat elidőztem azzal, hogy milyen színűre fessem. A német zászlós megoldás az nagyon bejött, tehát azt hamar kiválasztottam, viszont azt, hogy melyik szín legyen fehér vagy piros, ez volt a kettő, ami közt vaciláltam, azt nem tudtam eldönteni egyszerűen, szerintem hogy 10 percig nézegettem. Aztán amiatt döntöttem úgy, hogy legyen a piros, mert úgy voltam vele, hogy hát fehér autón már annyi van, meg itt a tuningolós videókban is már rengeteg autó fehér lett, úgyhogy mondom, jó, akkor ez legyen piros, abból úgy sincs sok, és szerintem amúgy jól is néz ki így pirosan. Aztán tulajdonképpen még amin gondolkoznom kellett, az a hátsó spoiler, na hát ott aztán tényleg volt egy-két nagyon beteg választás, szerintem sikerült is kiválasztanom az egyik legdurvábbat. Aztán ugye még jöttek a kerekek, igazából ott is eszközöltem egy kis változtatást, de olyan nagyon-nagyon nagy dolgokat már nem lehetett csinálni, úgyhogy maga az autó eredeti kinézete szerintem nagyjából megmaradt, viszont nekem nagyon bejön így is, és örülök, hogy pirosra festettem végül, mert valamiért ez a piros szín, meg a német zászló, ez így tökre összeillik, nem tudom miért, de nekem tetszik. Maga az autó amúgy úgy lett beharangozva, hogy ez a legek legje, tehát tényleg ez lesz a leggyorsabb, legjobb autó most a játékban, és bár emiatt meg is kérték az árat, hiszen azért majdnem 3 millió dollár az rengeteg szerintem, de a teszt közben azt gondoltam magamban, hogy hát igen, ebbe tényleg van valami, mert nagyon-nagyon jól sikerült, és például megnyomjátok a gázt, és olyan lendülettel indul el ez az autó, hogy csak így annyit tudsz mondani, hogy azta. Ami még nekem nagyon tetszett benne, és talán ez amúgy az egyik legjobb dolog az autóval kapcsolatban, hogy ilyen jól irányítható autót én még nem vezettem a GTA-ban.
nem volt kamu az a maximumos mutató a vezethetőségnél, és bármennyire is próbáltam kicsúszni vele, direkt jobbra-balra rángattam a kart, egyszerűen nem tudtam kicsúszni, vagy csak nagyon-nagyon kicsit, és nagyon nagy tempónál már. Tehát nagyon-nagyon jó lett a vezethetősége, és alig várom tényleg, hogy élesben is egy rendes versenyen kipróbáljam, mert biztos vagyok benne, hogy ezzel nagyon könnyen be fogom tudni venni a kanyarokat. És hát még mielőtt összevetnénk másik szupergyors kocsikkal, előtte nézzük meg, vagyis hát pontosabban hallgassuk meg, hogy milyen hangja van ennek a Benefactor Kriegernek. Na hát srácok, ez lett volna a Kriegernek a hangja. Nekem eléggé bejött amúgy még annak ellenére is, hogy nem volt elég hosszú ez az útszakasz, tehát még tulajdonképpen fel se tudott gyorsulni maximumra, de azért ennek ellenére is jól szólt. Aztán megnéztük egy ilyen mini gyorsulási versenyen, hogy mit mutat. Hát volt itt Trax, Devastate, meg hát szinte minden olyan autóval összevetettük még videón kívül is, amik jelenleg a leggyorsabbnak számítanak, és hát nézzétek meg az eredményt. Több autónyi hosszal teljesen simán vert meg mindenkit a Krieger, és aztán mentünk még egyet, hogy nehogy lehet az volt, hogy valaki elrontotta a rajtot, vagy valami. És ott volt egy másik Krieger, ami nem volt fullra tuningolva, de ennek nagyon örültem egyébként, mert legalább most lehet látni azt, hogy mennyit számít egy tuningolás. Mert az én Kriegerem simán lehagyta a nézőmnek a Kriegerét, úgyhogy szerintem mindenféleképpen, aki még tuningolás előtt áll, annak ajánlom, hogy fullosra tuningolja, mert azért elég sokat számít. És mindig szoktam a bemutató videók végén mondani egy kis összegzést, ez nyilván most sem maradhat el. Bár majdnem 3 millióba kerül, sőt a tuninggal együtt szerintem van is annyi, mégis azt mondom, hogy érdemes rááldozni a pénzt, mert ez az autó jelenleg az egyik legjobb, ha nem a legjobb jármű a GTA-ban. Ez szerintem abszolút nem túlzás. És innentől én azt gondolom, hogy a Krieger lesz a mérce minden egyes újonnan érkezett szuperkocsi ellen. A hihetetlen adatai mellé meg ráadásul még jól is néz ki, úgyhogy tényleg csak ajánlani tudom. Viszont ennyi lett volna ez a mai videó, srácok, én nagyon remélem, hogy tetszett nektek és hogy tudtam vele segíteni. Ha így van, akkor dobjatok egy lájkot erre a videóra. Ha pedig nem szeretnétek lemaradni a következő videókról, akkor iratkozzatok fel. Én Dani voltam, köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!